Az osztrák bundesligában a második Rapid Win felvidéki magyar futballkapusa is bekerült a szlovák válogatott Bő Európa bajnoki keretébe. Eddig kétszer állt a nemzeti csapat hálója előtt, Szlovákia az Ebén, Anglia, Oroszország és Vesz ellen csoportmeccsel majd, mi pedig Novota Jánost kapcsoljuk. Ő van velünk, szia jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! János, ezüstérmet szereztetek a bajnokságban, az osztrák élvonalban? Egy Rapid elégedett lehet ezzel a teljesítménnyel? Uh. Hát igazából egy rapid soha nem lehetett elégedett, és uh, ebben az évben tényleg uh, más céljaink voltak. Uh, volt, hogy vezettük a bajnokságot, és, és uh, lehet mondani, hogy a saját hibámból ment el ez a, ez a bajnokság. Történt, ami történt a közönségetek, a legendás uh, rapid közönség nem pártolt el egy pillanatra sem? Nem, nem, nem. Uh, tudtunk rá, hogy, uh, hogy elégedetlenek, de nem pártoltak el. És ebben a rapid szezonban hogyan értékeled a saját teljesítményedet? Hát ez ilyen 50-50 százalék, -50 és úgyis sajnos novemberben elszenvedtem ezt a válsérülést. Addig végül is első számú kapus voltam, és jó szerepeltünk az Európai Porondon, és a bajnokságban is, az első háromban voltunk ez volt a cél, hogy nem szeretnénk, nem szeretnénk hogy, a, hogy az első például a Salzburg elugorjon tőlünk, úgyhogy az sikerült is. És ugye a sérülésem után sajnos már nem tudtam kapuba állni a szezon végéig, úgyhogy ez kicsit csalódás volt a számomra, mert szerettem volna még négy-öt fordulóban védeni, de, de a sérülésem komolyságát tekintve ez értető volt. Most egy kapus esetében joggal módosíthatjuk úgy a mondást, hogy a vállam én vagyok. Milyen állapotban van most a vállad? Uh, jó állapotban van, köszönöm, és uh, csak éjszaka fáj, éjszaka pedig nincs el szükségem. Hát éjszakai meccsek nincsenek még, ugye, meg az Európai sem lesznek szerencsére. Ugye az Európa Liga szereplésre már utaltál, jól indult, amíg nem jött a Valencia. De mi volt az ok annak a két óriási zakónak? Uh, hát... Uh ugye az első meccs, ami egy 6 0 as eh, eredménye végződött. A valencia februárban, januárban 13 meccses eh, nyeretlenségi sorozattal rendelkezett, és eh, kicsit a médiában is szinte úgy volt, úgy volt eh, felhozva ez a mérkőzés, mint hogyha eh, mi úgy mennénk oda, hogy egy sima 3-0-os győzelmet fogunk aratni. Uh, csak uh, itt a realitás kicsit más volt, és uh, fél óra alatt uh, öt gólos előnyhöz jutott a Valencia. Amit lehet mondani, hogy fél óra alatt tényleg, amiben, amiben rúgtak, az, uh, az minden bement szinte, és minden, mindenki jött nekik ezen a mérkőzésen. Uh, mi pedig kicsit uh, szinte nem is tudtuk, hogy hol vagyunk, úgyhogy uh, pont azért, mert a Villarreal ellen uh, két nagyon jó meccset játszottunk az ősszel, uh, mindenki annyira bizakodott, hogy uh, lehet, hogy kicsit elbíztuk magunkat. Világos, túl ezt a párharcot valószínűleg. Na most azt előre megbeszéltétek egyébként a Rapidnál ebbe a szezonba, amíg ugye nem jött a sérülés, hogy az Európa Ligában nem te védtél, hogy a kupa az Strebingeré, a bajnokság pedig a tiéd? Hát úgy volt, hogy végül is az Európa Liga meccseket én védtem, és a bajnokság meccseit néha a is kaptam, kaptam egy szabadnapot, uh, és a hazai kupa volt a, volt a a második másik kapusé. Na most, több éve ott vagy a válogatott, a szlovák válogatott közelében, az ebbi sajtezőkön nem te a kapuba. Milyennek látod mindezek fényében most a helyzetedet, hogy ott vagy az ebbi keretben, a bőkeretben? Hát én hogy, hogy behívott annak ellenére, hogy egy, ilyen hosszú sérülés van utána. Az pozícióm végül is ugyanolyan, amilyen volt eddig is, a második, harmadik számú kapus vagyok, és szerintem itt tényleg az a lényeg, hogy hogy a válogatottban a, főleg egy kapust nem, annyira, nem szabad annyira, hogy a saját javait nézze, hanem a, hanem a csapat javát nézze. Na most, János, hogyha 2013-ban végvitték volna a honosításodat, akkor most valószínűleg király a Gulácsivól, meg dibusszal versenyeznél az EB szereplésért. Ilyen szempontból szlovák, a szlovák futballban a jó kapus felhozatal az, az szűkebb, mint a jelenleg a magyaroknál. Ö, ö, szerintem szerintem körülbelül egy szinten van, ö, annak ellenére, hogy szerintem Magyarországon egyre több. Nagyon tehetséges fiatal kapus jön ki a klubokból, és és megy külföldre. Ha jól tudom, akkor talán ugye, ugye Dibusz is el fogja hagyni a Ferencvárost. Nem tudom, most ezt csak úgy hallottam. Úgyhogy mi pedig már ugye 30 túl vagyunk, úgyhogy inkább a tapasztalat beszél belőlünk, de biztos vagyok benne, hogy fognak jönni a fiatalabb kapusok. Szerintem a Magyarországon az abszolút nincsen probléma a kapusposztal. Igen, úgy tűnik. Milyen kapus viszont nálatok a, az alaphálóőr Matusz, Matusz Kozácsik, Pilzeni kapus, aki ugye elsősorban és a legnagyobb rivális nyilvánvalóan, hogyha arról van szó, hogy a szlovák válogatott kapujába kiállhat. Én egy nagyon jó kapusnak tartom. Úgy érzem, hogy sok mindenben hasonlítunk. És hát ugye volt alkalmunk egymás ellen is játszani a múlt ősszel az Európa Ligámmal, és én abszolút tiszteletben tartom őt, tényleg segítem a munkáját, úgyhogy nincs, nincs bennem valami ilyesmi, hogy, hogy értség, vagy ilyesmi az miatt, hogy, hogy ő védte a, a, selejtezőket. Tényleg nagyon jól ment neki, és én azt mondom, hogy nagy részben neki köszönhető az, hogy kijutottunk az elbélyre. Erre az eb a magyaroknál könnyebben jutottatok ki. Ez mekkora önbizalmat fog adni a szlovák válogatottnak az ottani szereplésre? Mit gondolsz? Itt szerintem újra az a lényeg, hogy nem szabad elbízni magunkat, mert az igaz, hogy nagyon jó meccseket játszottunk a, a selejtezőben, és nyertünk Spanyolország és Ukrajna ellen is de viszont nem szabad elfejteni, hogy, hogy például otthon, otthon oda veszítettünk, például Fehér Oroszország ellen, úgyhogy ö, minden meccs nehéz, és ö, tényleg most nem csak az Európában, nem csak Európában, az egész világon ö, már minden csapat ö, tud focizni, és ö, a mi csoportunk eléggé nehéz, úgyhogy ö, valamilyen szinten minket nem is tippelnek egy ilyen túl nagy esélyesnek szerintem, ami nekünk ül. Ha, nem, a magyar válogatott, most, hogy kijutott, hogy a szlovákia első ebén szereplésére készült, hogy a magyar válogatottnál nagyon bizakodó a hangulat, hogy tovább lehet, sőt tovább kell szinte kerülni ebből a csoportban még a harmadikként is. Nálatok egymás között mi a hangulat, meg mi általában az elvárás, mit érzel, továbbjutást várnak? Itt nálunk úgy a dolgot, hogy mindig a következő meccs fontos, és ha a következő meccset hozzuk, akkor a, a, az újra következő már valamivel könnyebb lehet, de tényleg nincsenek, nincsenek ilyen, ilyen céljaim, mármint hogy nem, nem gyakorolnak ránk nyomást azzal, hogy hogy azt mondanák, hogy muszáj továbbütás, hogy az a kötelező, hanem tényleg hagyják ezt a kicsit ezt a lazaságot a csapatban, és, ezzel a nyomással nem akarja nehezíteni a, a Na most azt látjuk, hogy a magyar válogatottnak Ben Stork irányításával egy masszív védekezés a játékának az alapja, egy, egy előre csatáros rendszer. Milyen lesz a szlovák válogatott stílusa és erőssége Franciaországban? Szerintem hasonló, mivel mi is az egész selejtező során a 4-2-3-1-es felállást gyakoroltuk a mérkőzéseken. Épp csak a spanyol ellen volt úgy, hogy, a, hogy, ez, ugye ez az ég, ez az idő, idézőles ég Marek Hamsik volt, és ő igazából így visszahúzódott a, a közé. Úgyhogy biztosan nem, nem fogunk egy nyitott focit játszani, főleg ugye Velsz és, és Oroszország ellen is nem lehet, nem lehet belefutni egy ilyen totális fociba, mert az nem, 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 hozna jó. Hát jó, az mert... ab, abból Valencia lehet. Végül azt mondd meg, hogy a magyar vagy a szlovák válogatott tűnik neked az erősebbnek. Ezt nehéz megmondani, mert mindkét csapatnak picit, picit, máshol vannak az erősségei, de én tényleg most nem azért, már nem merem megmondani az igazat, vagy ilyesmi, én, én, én ugye egy szintre, MC1 egy tenném a két csapatot. És utolsó után még azt mondák, hogy ha szembe kerülne a későbbi szakaszba a két válogatott egymással, akkor te inkább védenél, vagy inkább nem Magyarország ellen? Inkább nem. Ezzel a válasz fejezzük be, János, mindenesetre kívánom, hogy viszont inkább védjél a szlovák válogatottban, nem Magyarország ellen. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Én is köszönöm, sziasztok!